Köszöntöm a háttér nézőit, már is mondom, milyen témákat hoztam önöknek ezen a héten. Első körben egy kis nemzetközi politika. Ugye Orbán Viktor az Egyesült Államokban mondott beszédet az egyik legnagyobb konzervatív rendezvény, a CPAC-en. Erről fogunk beszélgetni egy politikai elemzővel. Aztán jótékonysági felhívásra is szót ejtünk, egy beteg kisfiúnak gyűjtenek, de szót ejtünk egy nagyon sikeres esztergomi vállalkozásról is, akik már több évtizedes múltra tekintenek vissza. Tartsanak velünk! Leginkább most a nemzetközi politikával fogunk foglalkozni az elkövetkezendőkben. Ebben lesz segítségemre Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet politikai elemzője. Szervusz! Szervusz! Üdvözlöm a nézőket! No, hát nyilvánvalóan a csütörtök itt helyi, itthoni idő szerint ugye majdnem 3-9-kor megtartott Orbán Viktor beszédről fogunk beszélgetni, ami a CPAC-en történt. Ugye a CPAC az Egyesült Államok egyik legnagyobb konzervatív politikai találkozója, már szinte 50 éves múltra tekint vissza, de egyébként többek között először Magyarországon is megrendezték idén, de világszerte számos helyen rendeznek CPAC rendezvényeket. No, talán kezdjük is ezzel, és bontsd ezt tovább, mi is pontosan ez a CPAC, és milyen jelentősége van ennek politikai szempontból? Ugye a CPAC az, ha túlmegyünk magán a rövidítésen, tehát a Konzervatív Politikai Akciókonferencia, az, ahogy te is mondtad, az Egyesült Államok talán egyik legnagyobb, de megmerem kockáztatni, hogy a legnagyobb a konzervatív politikai megmozdulása és rendezvénye, ahol gyakorlatilag az amerikai konzervatívoknak a vezető személyiségei, vezető emberei adják gyakorlatilag a kulcsot egymásnak a színpadon. Hogyha megnézzük az elmúlt hosszú-hosszú évtizedeket, nem volt olyan republikánus elnök, amelyik ne szólalt volna fel a CPAC-en. És hogyha megnézzük a mostani rendezvénynek a tematikáját, akkor is azt látjuk, hogy Texas kormányzója, Louisiana legfőbb ügyésze, Texas szenátora, tehát hogy azért nagyon erős a felhozatal, és az érdemes megnézni, hogy azért az Amerikában megrendezett CPAC-eken, mert ugye, ahogy te is mondtad, volt Európában is CPAC, eddig egy Budapesten, és azt gondolom, hogy erre azért az a magyar konzervatív közeg az büszke lehet, de hogy rendeztek CPAC-et Izraelben, rendeztek CPAC-et Brazíliában, de hogy az Egyesült Államok területén megrendezett ilyen konferenciák esetében, nagyon-nagyon ritka az, hogy külföldi vendéget hívnak, mert hogy azért elég nagy az amerikai politikai paletta. És ennek fényében szerintem ez egy kifejezetten fontos dolog volt, hogy Orbán Viktort nem csak elhívták, hiszen azért ott volt például Bolsonaro brazil elnöknek a fia is, de hogy a megnyitó beszédet tartotta az első napon. Ezt akartam kérdezni, igen. Programot, tehát, igen. Akkor ez volt az első fontos beszéd ezen a rendezvényen. És nyilvánvalóan ennek van egy fontos jelentősége, bár azért az ottani liberális sajtó, leginkább a CNN próbált mindenféle híreket és álhíreket ezzel kapcsolatban megejteni, de milyen visszhangja volt ennek szerinted a nemzetközi sajtóban? Alapvetően én, ahogy láttam, azért nagyon jelentős veszélyforrásként élik meg a baloldali sajtó szerte a világban, főleg Észak-Amerikában, egyébként főleg az USA-ban, hogy van egy kvázi hálózatosodás a konzervatív erők között. Mert ugye azt szokta meg a baloldal és a liberális oldal, hogy az teljesen rendben van, hogy ők hálózatszerűen működnek, tehát a baloldal és a liberális kormányok, megmondó emberek, agytrösztök, különböző háttérintézmények, ők együttműködnek egymással a világ különböző pontján, és ez a világ természetes rendje, de az megint csak egy természetes dolognak tekintették, hogy a nemzeti kormányok és a nemzeti kormányokhoz kötődő háttérintézmények, azok pedig egymástól elszigetelten működnek, és én most azt látom, hogy veszélyként élik meg, hogy ennek a korszaknak úgy tűnik vége, tehát hogy az amerikai konzervatívok, akár az észak-amerikai, akár a dél-amerikai konzervatívok, és egyébként az európai, de mondhatnám Izraelt is, a világ más részein lévő konzervatívok, ők most elkezdték átvenni, ha úgy tetszik, hogy megtanulni ezt a hálózatosodást, és tudnak együttműködni. És itt azért fontos megjegyezni, és talán szerintem nagyrészt ez állhat Orbán Viktor meghívása mögött a CPAC-re, hogy el akarják tanulni, vagy el akarják lesni egymásnak a sikerreceptjeit. Mert azért az Egyesült Államokban, bár ezt nehéz értelmezni ezt a kifejezést a tengeren túlon, de a republikánusok mégiscsak ellenzékben vannak.
Ugye a törvényhozás mindkét házában ellenzékben vannak, és nem ők adják az elnököt sem. Persze vannak olyan szövetségi államok, ahol ők adják a kormányzót, meg a törvényhozásban is többségben vannak, akár mind a két házban, de szövetségi szinten országosan mégiscsak ellenzékben vannak, és Emiatt lesz ezért... most egy fontos állomása ugye ősszel a félidős választások. Pontosan, és lesz egy félidős választás ugye össze, ahol újra választják a képviselőház egészét, plusz a szenátusnak az egyharmadát, és reális esélyük van arra, hogy akár az egyik, akár optimális esetben mindkét házban megszerzik a többséget, és nyilván kíváncsiak voltak rá, hogy hogyan lehet egy az ő szempontjukból nagyon kis közép-európai országban, hiszen azért az Egyesült Államokban is törpének számít Rhode Island, vagy a legkisebb tagállam Magyarország, még ahhoz képest is kicsi. Tehát, hogy hogyan lehet egy kis közép-európai országban tartósan konzervatív kormányzást folytatni a baloldali és liberális ellenszélben is. Szerintem ez egy nagyon jó hasonlat volt már a beszéd elején a miniszterelnöktől, hogy Texashoz hasonlította Magyarországot, mert azért Texas, amit tényleg a Lonely Star State, tehát hogy a magányos csillagállama, azért az mégiscsak az egyik legerősebb bástyája a republikánusoknak az Egyesült Államokban, Magyarország pedig az egyik legerősebb bástyája a konzervativizmusnak Európában. Igen, úgymond az egyedülálló csillag, vagy ahogy... Igen, a magányos csillag, itt a Texas, mi pedig Európában valami hasonlót mondott Orbán Viktor. Mindjárt beszédéről és a beszédében elhangzott dolgokról feltétlenül beszéljünk, de egy picit még ezt a sztorit tovább görgetném, amit mondtál, hogy a jelentősége annak, hogy relatív ugye, kis állam Európából, Közép-Európából eljön ide egy vezető, aki beszél a CPAC-en, előtte találkozik Donald Trump volt amerikai elnökkel. Szóval ennek óriási jelentősége lehet, és nyilvánvalóan ebből azért Orbán Viktor is politikai hasznot tud húzni, hiszen nagyban megerősíti az ő személyiségét, ez az egész jelenlét. Természetesen, és hogyha megnézzük, azért ha kitágítjuk egy kicsit a horizontunkat Európára, akkor Európában például azt látjuk, hogy egyre inkább, vagy egyre több országban baloldali és liberális többségű, vagy zöld többségű kormányzat van, és ehhez képest most úgy tűnik, hogy reális esély van a fordulatra egyrészt nyilván az Egyesült Államok törvényhozásában, és majd két év múlva az elnökválasztáson is, illetve reális esély van most Olaszországban is a fordulatra, ugye rendkívüli választásokat kell tartani, és jelenleg úgy tűnik, hogy egy hárompárti a konzervatív erőkből álló koalíció fogja irányítani az országot. Tehát azért annak egy nagy jelentősége van, hogy képes mértéket adni egy európai vezető az Egyesült Államoknak, hogy hogyan is lehet konzervatív módon kormányozni, és egy olyan helyen, egy olyan államban teszi meg mindezt, amelyik majd 50 éven keresztül egy idegen elnyomás, tehát egy szovjet elnyomás alatt élt. Így van. A beszédből. Hát sok, hogy is mondjam, nem nagyon finomkodott a miniszterelnök, tehát sok esetben kőkeményen megmondta a dolgokat, az ideológiai véleményeket, mi az, amit ebből szerinted egyértelműen üzenetként, egyértelmű megfogalmazódó üzenetként ki kell emelni, illetve mennyire kellett figyelnie a miniszterelnöknek arra, hogy ezt mind nyilvánvalóan az Egyesült Államokban, tehát javarészt az Egyesült Államokban élő politikusoknak és embereknek mondja el. Én azt gondolom, hogy itt nem is kellett finomkodnia, hiszen azért mégiscsak egy konzervatív rendezvényen beszél, ahol az ott lévő emberek, ők rezonálnak arra a gondolatra, amivel ő érkezett, vagy arra a gondolatsorra. Azért nyilván a legfontosabb üzenete az az egység volt, tehát hogy a konzervatív erőknek egységet kell felmutatniuk, mert különben nincs lehetőségük arra, nincs esélyük arra, hogy valóban ők politikai hatalmat szerezzenek, és újra kormányra kerüljenek, mondjuk az Egyesült Államokban. De egyébként kiemelte a már budapesti CPAC-en elmondott beszédének is egy nagyon fontos pontját, ami úgy tűnik, hogy azért Amerikában kell is, hogy ezt elmondja, hogy ne kezdjenek el a liberálisok szabályai szerint játszani, mert hogyha a liberálisok szabályai szerint kezdenek el játszani, akkor eleve vesztésre vannak ítélve. Ugye ennek a mondatnak a megértéséhez azt fontos tudni, hogy a republikánus párt az két szárnyal rendelkezik. Ugye van a konzervatívabb szárny, nyilván akik a CPAC-et is szervezik, ugye az Amerikai Konzervatív Uniónak a vezetője Matt Schlepp, ő egykor a Fehérháznak a politikai igazgatója is volt, illetve van egy centrista szárnya a republikánus pártnak, amelyik azért több esetben együtt működik, együtt szavaz, együtt dolgozik a demokratákkal, és egyébként Donald Trump személye kapcsán is vita van a párt két szárnya között. Hát gondoljunk bele abba,
hogy Dick Cheney egykori alelnöknek a lánya, Liz Cheney, Wyoming államnak a képviselője, alelnökként részben vezeti azt a bizottságot, amelyik a január 6-án a Kapitóliumnál történt eseményeket vizsgálja. Az egy hosszú sztori lenne, tehát abban nem mennék bele, hogy a Cheney család és a Trump közötti viszony az egyébként se felhődlen, de hogy ez még nyilván rátett egy lapát a párt két szárnya közötti rivalizálásra. Illetve ami még szerintem azért kifejezetten fontos, hogy nagyon erős amerikai áthallással rendelkező a megszólalásai, megnyilvánulásai vagy mondatai voltak. Azért mi azon itthon jót mosolyogtunk, hogy kevesebb nőimitátor kell az óvodákba, de az amerikaiak ezen nem mosolyognak, mert az amerikaiaknál ez napi szintű valóság, hogy drag queen-ek mennek be az óvodákba, iskolákba, és meséket olvasnak fel a gyerekeknek, és próbálják őket érzékenyíteni. Hát a virginiai kormányzó választás, ami néhány hónappal ezelőtt volt, annak a választásnak, annak ez központi témája volt, és a politikai kommentárok szerint Youngkin kormányzó részben pont azért nyert, mert azt mondta, hogy ennek véget fog vetni, tehát hogy nem lesz gender oktatás az iskolákban, meg nem lesz nyilván az amerikai sajátosságok miatt kritikai fajelmélet oktatása az Egyesült Államokban. Tehát ezek voltak szerintem a legfontosabb üzenetek, de amiről talán egy kicsit kevesebbet szoktunk beszélni, pedig kellene, az az, hogy őszinteség. Tehát a konzervatív értékek mellett az emberek merjenek nyíltan kiállni. Tehát amikor azt mondják a liberálisok, hogy nem kell meghatározni azt, hogy mi az a család, mert a család az lehet bármi, ami szeretett közösség, akkor igenis merjenek nyugodtan kiállni a konzervatívok azért, hogy a mi hitünk és meggyőződésünk szerint a család az egy férfi és egy nő. És ennek is volt egy áthallása. Tehát emlékezzünk arra, amikor a Joe Biden által jelölt Ketanji Brown bírónő a meghallgatása volt a szenátus előtt, és Marsha Blackburn szenátor asszony feltette neki azt az egyszerű kérdést, hogy bírónő, definiálja nekem, hogy mi az, hogy nő. És nem tudta. Nem tudta, nem merte, vagy nem akarta, ez igazából mindegy, de nem definiálta, mert annyira katyvasz van a bal oldalon ebben az ideológiai kérdésben, illetve a liberális oldalon ebben az ideológiai kérdésben. Igen, ez nagyon rányomja a bélyegét, és amit mondtál, nyilvánvalóan a konzervatív oldalnak pedig, ha azon szabályok szerint halad, amit a liberálisok követnek, vagy ránk kényszerítenek, akkor biztosan nem lehet sikeres útra térni. Ezért is fontos nyilvánvalóan az, hogy akkor a konzervatívok között, és ez egy érdekes kérdés, milyen erő, majd melyik erővonalak fognak előtérbe helyeződni. Azért a legtöbb hír és a legtöbb figyelem nyilvánvalóan Donald Trump körül van. Hivatalosan talán még nem jelentette be, de több olyan utalása is volt arra, hogy megméretteti magát, és mindenféleképpen indulni szeretne a 24-es elnökválasztáson. Erről mit tudunk elmondani most? Hivatalosan valóban nem tudunk semmit, de azért nem hivatalosan, már igazából tényként kezelik a republikánusok is, meg a demokraták is, hogy részt vesz az előválasztáson, és a jó eséllyel meg is nyeri. Egy pillanatra ott érdemes megállni, hogy a november 8-ai félidős választások, azok egy nagy mérföldkő, az egy nagy mérföldkő, vagy nagy vízválasztó lesz Donald Trump a jelölése vagy következő elnöksége szempontjából. Azon egyszerű oknál fogva, hogy vannak Donald Trumpnak támogatottjai képviselőjelöltként is, szenátorjelöltként is, kormányzójelöltként is, meg helyi állami szinten is, de az talán kevésbé fontos most a mi szempontunkból, és hogy ezek közül a támogatottak közül mennyien tudják megnyerni az előválasztást, tehát hogy a párton belül milyen erejük van, illetve mennyien tudják megnyerni az általános választásokat. Arra talán érdemes utalni egy pillanatra, hogy a szenátus tekintetében például a Donald Trumpnak a jelöltjei, a támogatottjai, a visszavonuló szenátorok helyére, ők mindannyian megnyerték a saját államukat. Tehát akár J.D. Vance Ohio-ban, akár McMetos Pennsylvániában, sokan mondják rájuk persze, hogy megosztó személyiségek, ez nyilván mindkettőjük esetében igaz. De hogy megnyerték a saját pártjuknak az előválasztását, és esélyük van megnyerni az általános választást is. És hogyha a képviselőházban és a szenátusban is olyan emberek fognak ülni a következő két évben, illetve a szenátus esetében hat évben, akik mögött ott áll Donald Trump, azért az nyilván egy felhajtó erő, és az megmutatja a republikánus pártelitnek is, hogy még ha nem is szeretik Donald Trump személyét, vagy nem is kedvelik őt, nem lehet megkerülni, és az ő elnök jelöltsége az egy nem elhanyagolható kérdés lesz a következő két évben. No, hát akkor ennyit most egyelőre az Egyesült Államokról és a CPAC-ről.
egy picit az itthoni uborka szezonos politikai világban nézzünk bele, mert egyébként itthon most talán olyan sok minden nem történik, de azért mégis van egy politikus, aki körül azért forra a levegő, ez Jakab Péter, aki még jelenleg a Jobbiknak a politikusa, bár minden jel arra utal, hogy ez már nem sokáig lesz így, sőt a körülötte kialakult botrányok közül most a legújabb az, hogy saját pártja indított ellene, vagy tette ellene feljelentést, méghozzá több mint 100 millió forint értékben merülhet fel hűtlen kezelés gyanúja. Ugye itt egy nagyon érdekes folyamatnak vagyunk tagjai, tanúi. Tehát, hogy először ugye volt egy az ellenzék szempontjából is, de a Jobbik szempontjából, meg aztán végképp egy katasztrofális választási vereség, és ugye azt nem lehet elégszer elmondani, hogy a Jobbik volt az egyetlen olyan ellenzéki párt, amelyik nem tudott egy körzetet sem nyerni. Pedig Jakab Péternek a legitimitását pártelnökként pont az adta volna, hogyha akár még egy ellenzéki vereség ellenére is elérnek egy viszonylag jó eredményt pártként. Ez nem jött össze. Innentől kezdve a következő lépés az volt, hogy őt pártelnökként eltávolították, önként telt félre nyilván, hiszen látta, hogy egyébként is őt leváltanák. És utána jött az, hogy frakcióvezetőként is kvázi megpucsolták a saját emberei, és nyilván ez egy kísérlet volt Jakab Péter részéről, amikor pártelnök már nem volt, de frakcióvezető még volt, de talán már látta előre azt, hogy frakcióvezető sem maradhat, hogy a saját bizalmasainak, a saját embereinek szervezzen ki azért jelentős vagyonokat. És azt mondják a sajtóhírek, arról szólnak a sajtóhírek, hogy azért nem rendelkezett a frakciónak a beleegyezésével vagy a támogatásával arra, hogy megkösse ezeket a szerződéseket, ami annak fényében, hogy ugye leváltották frakcióvezetői tisztségéből, könnyen elképzelhető. Tehát, hogy itt azért egy saját háttérnek a kiépítése is lehetett a háttérben. Nyilván azzal, hogy frakcióvezetőként is leváltották, valóban az könnyen elképzelhető, hogy már nem sokáig lesz egyébként a Jobbiknak sem a politikusa. Nagyon érdekes kérdés lesz az, és talán a mostani politikai uborka szezonnak a legérdekesebb kérdése, hogy mi lesz Jakab Péter sorsa a közeljövőben. A mandátumát nyilván nem fogja visszaadni, de parlamenti képviselő lesz 2026-ig, de hogy hol, melyik pártban, vagy függetlenként folytatja, mi lesz az ő politikai sorsa. Igen, ez érdekes. Hát majd meglátjuk. No, sok minden érdekességről beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Az elkövetkezendő percekben egy siker sztoriról fogunk beszélgetni, egy kis vállalkozásról, akik a rendszerváltás óta eltelt időben egy kis egyéni vállalkozásból nemzetközi céggé nőtték ki magukat, és helyi cégről 100% magyar tulajdonú cégről fogunk beszélgetni. Az egyik tulajdonost és műszaki igazgatót köszöntöm itt a stúdióban, szervusz Albert. Szervusz Albert, köszönjük a meghívást. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nos, hát azért is érdekes ezt bemutatni, ezt a sztorit, mert lehet mondani ritka, de azért biztos találnánk rá példát, de azért ilyen szépen fölívelni, és ilyen jól a piacon megmaradni egy olyan piaci környezetben, ami nem mindig volt egyszerű, akár gondolok itt a nagyokra, a multikra, az nem könnyű feladat, úgyhogy ez nagy feladat. Erről az útról fogunk most beszélgetni az elkezdendő időszakban. Kezdjük a legelején. Hogyan indult ez az egész? Hát ez a legelején egy kis vállalkozásként úgy indult, hogy Oszuska Zoltán a cégünk többségi tulajdonosa. A rendszerváltás után lehetősége nyílt erre, hogy megvásárolja Esztergomban a akkor működő betontelepet, és ennek a betontelepnek az üzemeltetésével kezdődött a vállalatunk élete, és először betonértékesítésével kezdtünk el foglalkozni. És azért nem egy egyszerű dolog, ez csak azért még mondjuk, hogy az, hogy megveszek valamit, akkor azt még ugye jól is kéne üzemeltetni. Igen, igen. És ez volt egy nagy feladat, hogy ezt fölfejleszteni. Így van, ebből ez sikerült össze magát a betonos üzletágunkat is olyan irányba elvinni, hogy volt egy időszakunk, amikor mi magunk tudtuk a kavicsot kitermelni a Dunából Neszmén egy kotróhajó segítségével, behoztuk a saját szállítójárműnk Esztergomba, és ebből kevertünk betont, és maga a beton sem olyan egyszerű, hogy itt sokan gondolják, hogy víz, homokos kavics és cement és annak megadunk. Annak az arányát eltalálni. Igen, ez most már bonyolult, egyre bonyolultabb történet. Olyan nehéz, mint a nokedlit. Igen, hasonlatos egy jó nokedlit is megcsinálni, és most főleg úgy, hogy a maga a Dunai fő
bányászat vagy kavicskitermelés az így csökkent, külszíni fejtések vannak, és maguk ezek az anyagok egyre rosszabb minőségűek, és tényleg nagyobb olyan, mint egy cukrássüteményt elkészíteni most, hogy az egy köbméter betonból különböző frakcióanyagokat rakosgatnak bele a kollégák, ahhoz, hogy a végén egy olyan minőségű betonterméket tudjunk kiszállítani, amit vele az ügyfél is elégedett. És ebből a betontelepből indultunk a 90-es évek legeslegelején. Az első vállalkozói vagy kivitelezői munkánk között voltak ipari padlók, térbetonok és különböző ilyen kisebb építési munkák, és a 90-es évek elejéhez datolhat a cégünk első komoly megbízása, ami az esztergomi kórházhoz köthető. Itt az egyik épületet sikerült megnyernünk szerkezetépítési munkáit tekintve, és itt egy ilyen földémemelési technológiával dolgoztunk ennek egy, kapcsán. Akkor egy, viszonylag ezt mesélted, egy speciális ritka igen, eljárás. Igen, ez egy ritka eljárás. Igen, ez egy mai napig Európán belül is ritka, Magyarországon belül is ritka, napjainkban sem túl sok ilyen beruházás történne. Hozzáteszem, hogy most már sokkal inkább fejlődött a technológia, és az előgyártás kapcsán megjelentek azért azok a különleges födémek, meg födémpallók, amikre ezeket sokkal inkább ki lehet váltani, úgyhogy most már nem is lenne versenyképes ez a födémemeléses technológia, nagy élő munka igénye és egyéb okok kapcsán, úgyhogy azért ez háttérbe szorult, de annak nagyon jó volt, hogy mi ebből fejlődtünk, profitáltunk, és hát hírnevet szereztünk, hogy szerkezetépítésen belül is tudunk nagyokat alkotni. És innen indultunk jó abban az irányban, hogy egyre több generál kivitelezésünk, szerkezetépítési munkánk lett, és ebben a piacból jelentős sikereket, eredményeket értünk el tényleg onnan, hogy egy kis betonteleből el tudtunk odáig jutni, egy 10 milliárd árbevételű generál kivitelező fővállalkozó céggé nőttük ki magunkat mondjuk 2010-es évek elejére, vagy két. Na és ezek a nagy dolgok, és amit mondtam, hogy a nehézségek, most név, cégnév nélkül, bár úgy is tudjuk, hogy melyik volt az a legnagyobb betongyártással foglalkozó cég, aki sokáig itt volt, ők mennyire voltak, hogy akkor beszéljünk arról, hogy a gazdasági környezetben mennyire volt nehéz megküzdeni nektek, a nagyokkal, a multikkal? Ez mai napig komoly küzdelmet jelent számunkra. Mi abból tudunk versenyképesebbek lenni nagyjából egy multinacionális vállalatoknál építőiparon belül, akár legyen szó betontelepek, vagy maga a kivitelezési üzletünk belül, hogy mi próbálunk mindenre saját eszközzel, saját emberállománnyal rendelkezni, ebből kifolyólag kisebb a kitettségünk, mint más cégeknek, illetve akár a konkurenciánknak, illetve úgy kezelünk bizonyos partnercégeket, akik velünk dolgoznak 20-25-30 éve, mintha a saját dolgozóink lennének. Tehát mondtam, hogy a saját állományunkon kívül van egy fix alvállalkozói körünk, akik 99%-ban nekünk dolgoznak. Hát így lehet megtartani, gondolom. Igen. A jó csapat egy jó minőséget és egy jó munkamorált eredményez. Azt mondom, hogy egy összeszokott állomány van, nagyon kicsi cserélődésre, amit talán büszkén elmondhatunk, hogy nem csak építőiparon belül, hanem vállalkozások szintjén is elég csekély. És maga a létszámunk is, ha így nézzük, a 90-es évek elejétől, ahol indultunk egy 5 fővel, de eljutottunk odáig, hogy most a saját állományunk ezen cégünkön belül 70 fő, cégcsoporton belül 190 fő, és ha az alvállalkozói körünket hozzátesszük, akkor fixen ilyen 4-500 ember dolgozik nálunk, és csúcsidőszakunkban, amikor nagy beruházásaink mentek, akkor a top az ilyen 1200 fő dolgozott akkor nekünk minden építkezésünket egybevetve. Az nem semmi. Pont erről akartam még beszélni is, a fejlesztésekről, mert sikerült nektek állami támogatásból is fejlődni akár, nyilvánvalóan az önerőn túl, ami akár új munkahelyek teremtését, vagy egy kis stabilitást is eredményezhetett nektek, meg hát a bővítéshez is hozzájárult erről egy picit. Igen, ugye több olyan pályázat volt az elmúlt időszakban, amin sikeresen tudtunk pályázni. Ezek korábban voltak eszközpályázatok, amelyek ugyanúgy bizonyos technológiáinkat tudtuk fejleszteni, betonbedolgozás, ipari padlók síkpontosságának növelése. Ezeket mi terveztük, ehhez jöttek ilyen eszközbeszerzési programok Magyarországon belül 18-ban, 19-ben. Ezeken tudtunk sikerrel pályázni,
mivel nekünk ezek fejlesztési tervben voltak, így tényleg jól jött, hogy bizonyos szinten, ha itt nem is iszonyat nagy pénz, de mondjuk 20-25%-os támogatási intenzitásról beszélve ez egy komoly összeget jelent, főleg akkor, hogyha az ember ezt meg akarta lépni, ezeken sikeresen nyertünk. Így tudtunk eszközöket fejleszteni, technológiában javulást elérni, erőforrás, ráfordított élő erőforrást csökkenteni és minőséget javítani, és mellette, ami egy jelentős dolog volt az életünkben, hogy a VNT programon belül, ez a versenyképesség nevelő támogatási párton belül sikerült nyernünk. Ez két telephelyünket érintette, egyik az esztergomi telephelyünk, másik a tatabányai telephelyünk. Mind a két telephelyen tudtunk ennek kapcsán egy fejlesztést létrehajtani. Esztergomban itt megújult ebből az irodaépületünk, aminek egy energetikai korszerűsítése véghez ment. Per pillanat 100% megújuló energiaforrásból tudjuk üzemeltetni az épületünket. Modern kori követelményeket teljesítve, sőt a mostani energetikai eseket túl teljesítve modernizáltuk az épületet hőszigetelés terén, és úgy alakítottuk ki az ingatlant, úgy lett bővítve, hogy további fejlesztéseket, tehát munkahelyeket hoztunk létre vele, munkaállomásokat, ahol a cég reméljük a következő szóval is növekedni fog, és kollégák fognak itt ülni és dolgozni. És fejezd be. És a másik részén pedig Tatabányán egy ilyen acélmegmunkáló üzemünket bővítettük. Ott maga a csarnoképületet növeltük meg, illetve fém megmunkásod kapcsolatban daraboló és robot hegesztő gépeket tudtunk vásárolni, vagy vásároltunk, és erre ez a két beruházás ilyen 433 millió értékben zajlott, vagy történt meg, és ehhez nyertünk egy ilyen 33%-os intenzitást, ami 143 millió forintot jelentett. Hát nyilván, most már azért kinőttétek magatokat, ahogy mondtad, de mindig nagyon nagy segítség, hogyha az ember tud ilyen pályázatokon részt venni, mert hát nyilvánvalóan minden forint számít, főleg a mai világban. No, Albert, még egy picit a végén feltétlenül beszélünk arról, hogy ti egy újabb vállalkozásba kezdtetek, mondjuk ezt így, egy új egységet nyitottatok itt Esztergomban. Erről egy picit mit lehet erről tudni? Igen, egy újabb mérföldkővel sikerült odáig elintézünk, hogy régi dédelgetett álmunk volt az, hogy elég nagy építőanyag felhasználók vagyunk, hogy kellene nyitnunk egy építőanyag kereskedést, és ezt a gondotot addig sikerült érlelni magunkban, míg ez az építőanyag kereskedés kicsit túlnőve egy barkácsbolt és építőanyag kereskedé áruházzá nőtte ki magát, és így meg tudtunk valósítani ennek keretein belül egy 1600 négyzetméteres csarnok épületet, melyből egy 600 négyzetméter külső fatároló rész, olyan zárt, idéző fedett, napsütéstől védett, esőtövédett területen tárolunk fatermékeket. A raktárcsarnokon belül, vagy raktár és áruházcsarnokon belül pedig egy 1000 négyzetméteres aktív eladótér található bemutató résszel. Kint a területünkön létrehoztunk egy 6000 négyzetméteres árukiadó rakodó udvart, ami ugyanúgy kapott egy térbetonburkatot és egy 1500 négyzetméteres vásárlói parkolót. Így per pillanat nálunk a alapoktól a tetőig meg tud találni mindenki mindent, ami számára szükséges. Ami még kuriózum, hogy Esztergomban ez a gépészeti vonal nem nagyon létezett, illetve a vállalkozások nem tudtak megélni belőle, és mivel nálunk ez is ennek a portfóliónak csak egy része, így bízunk benne, hogy vásárlók szívesen fogadják ezt a piac űrbetöltését, hogy épületgépészeti terméket is tudnak vásárolni majd nálunk. Az biztos. Hát ez Esztergomnak is ugye növeli úgymond a hogy is mondjam, azon kínálatát, hogy minél több dolgot megtalálunk már itt, akár ezen területen is az építészetben. Végül pedig zárjuk azzal a gondolattal, ami nagyon fontos, hogy ahogy teltek az évtizedek most már, jelenleg azt mondod, hogy tulajdonképpen 5 fő ágatok van, amivel foglalkoztok. Ezt mondd még el nekünk, légy szíves. Ugye magában mondhatom azt, hogy egyik az alap tevékenységünk volt maga a betongyártás és értékesítés, ezt követte önmagában a kivitelezés, ami most már az ott tart, hogy per pillanat nem csak simán kivitelezünk, hanem tervezünk, kivitelezünk, fővállalkozunk, és ez a design and build, tehát hogy tervezésben és építésben vagyunk a legerősebbek, ezt egyik legjobban, tehát generál kivitelezünk, fővállalkozunk. Van mellette környén egy homok értékesítésünk, itt egy megszűnt homokbányánkból még a kitermelt homokot tudjuk értékesíteni. Tatabányán van ugye ez a fém megmunkáló üzemünk, csarnokunk, ahol szén és koracéltermékeket
gyártunk, és ezen termékekkel nemzetközi piacokon szerepelünk, multinacionális környezetbe szállítunk egész Európában, erre büszkék vagyunk, és ez is egy 3 éve indult üzletágunk, ahol pedig beton, ipari padlók, utólagos, síkpontos és ESD-s vezetőképes csiszolásával foglalkozunk. Ez biztos azért sokan értik, de szerintem sokan értik. Ezért egy speciális beszélgetés ez, mert az ember új dolgokat is megismer, és új fogalmakkal is bővül a szótárunk. No, hát Albert, minden esetre azt gondolom, ez a történet, amit ebben a pár percben itt összeszedtünk ezzel a magyar vállalkozással kapcsolatban, az egy sikersztori, amiről beszélni kell, mert büszkének kell lenni ezekre a dolgokra. Nem mellesnek, hogy Esztergomból indult ez az egész. Bízunk benne. Köszönöm, hogy itt voltál. Mi köszönjük, hogy itt lehetünk. Azt hiszem, ha felnövök, űrhajós leszek, oda lentről integetnek majd az emberek. Azt hiszem, ha felnövök, orvos is leszek, rendelőmben meggyógyulnak majd az emberek. Az SMA az a spirális izomatrófia rövidítése. Ezekre a gyerekekre a végső elgyengülés vár. Az SMA 1-es gyerekek a leggyengébbek. Normál étkezésről vissza kellett térnünk oda, hogy mindent, de mindent képesítünk. És voltak kifejezetten veszélyes helyzeteitek? Voltak sajnos. Amikor látod a szemén, hogy retteg, és próbálja felköhögni, és nem kap levegőt, az egy... el sem tudom mondani, milyen érzés. És ott állsz, és nem tudsz semmit segíteni, de túl leszünk rajta. Ha jól sejtem, az ukrán háború miatt nagyon megtorpantatok. Igen. Mert teljesen másfele figyelnek az emberek. Igen, sajnos. De nagy szükség lenne rá, hogy ide figyeljenek. Az orgazmáról bizonyított, hogy segíti a nyelést, mert átjut a véragygáton. Ez az utolsó esély. Mindenhonnan azt hallani, hogy most már támogatja az állam ezt a kezelést. Ezzel most mi a helyzet? Magyarországon 3 éves korig és 13,5 kilóig kaphatják támogatottan a gyerekek. Tomika 5 éves és 15 kiló. Viszont tavaly májusban az Európai Gyógyszerügyi Bizottság eltörölte az életkorhatárt és 21 kilogrammot határozott meg helyette. Gyakorlatilag nektek mindent jelent, mind ez a kezelés. Megkapnánk a biztonságot, hogy nem kell minden nap, minden étkezésnél félnünk, hogy félrenyel, és úgy félrenyel, hogy nem tudjuk segíteni rajta. Ez az utolsó esélyünk. Nincsen rendben, hogy egy kisfiú azért halljon meg, mert nincsen pénz megmenteni az életét. Ez most rajtunk múlik. Rajtunk múlik. Rajtunk múlik. Rajtunk múlik. Rajtunk múlik. Rajtad múlik. Rajtad múlik. A most látott kisfilmet, ugye, ha megnézték, akkor már jól tudják, hogy miről is van szó, szóval egy jótékonysági akcióról fogunk beszélgetni. Méghozzá egy kisfiúnak próbálnak segíteni, egy esembeteg, egy szklerózis multiplexben szenvedő kisgyermeknek segíteni. Tamás, üdvözöllek itt a stúdióban. Üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást. Hát ne viccelj, ez a minimum, és reméljük, hogy mi is tudunk ebben az ügyben segíteni. Hogy találkoztatok és mikor találkoztatok ezzel a helyzettel, ezzel az üggyel? Én nagyon régóta követem már Tomikának a történetét, gyakorlatilag Facebookon egy 3-4 hónapja követem az eseményeket, és hát igazából gyűlik a pénz, de nagyon elkeserít, hogy nagyon lassan. Ugye nagyon sok pénzről van szó, 760 millió forintról, úgyhogy ebben szeretnénk egy kicsit segíteni, ugyanis csoportos fitness edző vagyok, igazából könnyűszerrel tudok segíteni. Úgyhogy... Igen. Na most itt ez az óriási összeg nyilván a speciális betegségre vonatkozik. Mi az, ami ez mind segítene
Tamás életében? Igazából ugye Magyarországon TB támogatottra a Zolanxon nevű gyógyszert 13 kilóig lehet megkapni, ami egy génterápia tulajdonképpen, ami nagyon segítene Tomika állapotán. Sajnos Tomika már túlhaladta ezt a 13 kg-os határt, de hála Istennek külföldön még lehetőség van arra, hogy megkapja ezt a gyógyszert, ott 21 kg a határ. Úgyhogy jelen pillanatban ez a cél, hogy összegyűjön ez a nagy összeg, és ez a génterápia az nagyon meghatározó dolog lenne, és nagyon sokat segítene Tomikán. Ugye nála főként a nyelési problémák, amik gondot okoznak, úgyhogy ebben jelentene nagy segítséget a gyógyszer. Nyilván ez a betegség, ez egy nagyon alattomos és nagyon-nagyon akár elhúzódó is lehet, de Tomikánál ez megy előre haladott állapot. Így van, így van. Hát gyakorlatilag Tomika nagyon ügyes és nagyon jól viseli a dolgokat, és hála Istennek a család támogatása és tényleg nagyon sok szervezet, nagyon sokan gyűjtenek nekik. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy minél hamarabb összegyűlik nekik az összeg. Nyilván ehhez kell egy szociális érzékenység. Persze mindannyiunkban, vagy sok emberben megvan ez, de az, hogy valaki rá is veszi magát, és kész tényekkel próbál segíteni, az egy óriási dolog. Nálad ez hogy jött? Vagy nálatok ez hogy jött? Hát nézd, igazából én 10 évig egészségügyben dolgoztam, diplomás ápoló vagyok egyébként alapszakmámat tekintve. Én nagyon szeretek segíteni embereken, tehát edzőként is tulajdonképpen segítesz az embereken, de azért mégiscsak ápolóként mégiscsak többet, úgyhogy ez nekem nagyon hiányzik, úgyhogy minden évben indítunk valamilyen jótékonysági programot a fitnessben, és ezt nagyon szeretem igazából. Valahogy így adok hálát egyébként, hogy sportolhatok. Nekem is van egy 2,5 éves kisfiam, azóta még érzékenyebben érintenek így a gyermekek és a gyermekeknek a betegsége, úgyhogy... Hát igen, abszolút megértett ez a dolog. Mered. Most hol tartotok? Hát gyakorlatilag én egy hónap alatt 300 000 forintot sikerült összegyűjtenem. Hála Istennek egy kolléga, edző kolléga csatlakozott itt a jótékonysági programhoz. Ő egy Lakics Marian, megemlíthetem a nevét. Persze, említsük is. Lakics Marian, nagyon kedves, ő is tartott itt Esztergomban, az Erzsébet Parkban egy jótékonysági jóga programot. Ennek segítségével 80 000 forint összejött, úgyhogy ketten együtt már 380 000 forintnál járunk. De hát ez nyilván csepp a tengerben, úgyhogy ez még nagyon kevés. Igazából a fő célom, hogy szakmabelieket egy kicsit megszólítsam, és egy kicsikét arra ösztönözzem, hogy igazából mindenkinek ennyi lenne a dolga, hogy egy kicsit a csapatát összegyűjti, kitesz egy dobozt, könnyűszerrel tényleg össze lehet gyűjteni sok pénzt, és egyébként össze is hozza a csapatot. Én nagyon hálás vagyok a vendégeimnek, nagyon szívesen segítettek, tényleg mindig, mikor ilyenről van szó, akkor nagyon szívesen segítenek, úgyhogy tényleg egy nagyon jó csapatnak a részese lehetek. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Nyilvánvalóan a célt tudjuk, mennyire tartod a kapcsolatot akár a szülőkkel, és Tomikát is gondolom, hogy időnként azért látogatod. Igen. Látogatni még nem, személyesen nem találkoztunk Tomikával, én telefonon tartom a kapcsolatot édesanyjával, Anikóval. Én mindig szoktam... nagyon örültek neki egyébként, és nagyon hálásak voltak. Én meg nagyon örülök igazából, gyakran hívom őt, mert mindig van öröm, hogyha van egy kicsi eredmény is, és mindig annyira tudnak ők is neki örülni. Úgyhogy igazából engem ez visz előre, ez motivál, úgyhogy tartom velük folyamatosan a kapcsolatot. A részletekről mit tudhatunk? Ezt az összeget egybe kellene kifizetni, vagy ezt a gyógyszert részletekben is lehet? Hát erről olyan sok információm nincsen, én úgy tudom, hogy egyben kéne kifizetni. Igen. Sajnos, amikor összegyűlt a teljes összeg, akkor indulhat a génterápia. Eszméletlen egyébként, irdatlan összegről van szó. Igen, nagyon nagy dolog ez, amiben belevágtátok a fejszéteket, de nyilvánvalóan egy óriási dolog is egyben. Nyilván most mi is próbálunk azzal segíteni, hogy hát, ha még több emberhez eljut ez a dolog, és nagyobb nyilvánosságot kap ez az egész. Te közvetlen környezetedben már mondtad, hogy vannak gyermekeid, vagy van gyermeked, és ezért is érzékeny ez, és a
eredeti szakmád is ehhez köthető. Mégis mit tudnál üzenni azoknak, akik ezt az interjút nézik, vagy hasonló helyzetben vannak? Akár egy jó szót, vagy azzal, hogy hogyan tudnak segíteni, mert nyilván sokan vannak ebben a helyzetben. Én egy kicsit mindig úgy gondolkodok, hogy mindenki egy picit érezze a sajátjának a dolgot, és egy kicsit, ha egészséges, adjon hálát, hogy sportolhat, hogy mozoghat, hogy megteheti, hogy neki nincsen ilyen problémája, és megteheti, hogy mozog. Hogyha van egy egészséges gyermeke, adjon hálát a sorsnak, hogy nem beteg, hogy ilyen szerencséje volt az életben, hogy egy egészséges gyermeke lehet, és egy kicsit próbáljon meg gondolkodni Tomika szüleinek a fejével, hogy nekik ő az egyetlen kisgyerekük, és tényleg nagy szükségük van a segítségre, és mindent megtesz egyébként, le a kalapod a család előtt, iszonyatos munka van a családnak tényleg ebben az egész dologban. A sok jótékonysági licitek, a virtuális világvásár, tényleg mindent megpróbálnak, úgyhogy én mindenkit arra ösztönzök, hogy tényleg, ha sokan összefognánk, mindenkinek csak egy kicsit kéne beledobni, egy kicsi szeletet, és akkor összejönne ez az összeg. Természetesen a számlaszámot mutatjuk folyamatosan. Nyilvánvalóan, aki tud, bármennyivel, bármi segít. 500 forint, 1000 forint. Ha sokan vagyunk, és sokan beledobjuk, akkor annál hatékonyabbak leszünk. Tamás, nektek kitartást, és köszönet ezért a példaérték összefogásért. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, hogy itt lehettem. És... bízom benne, hogy sikeres lesz. Mi is én is nagyon bízok benne, köszönöm szépen. Köszönjük, Tamás. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a háttér ezen a héten. Az elérhetőségeinket láthatják, ha esetleg az utolsó témával kapcsolatban bármi kérdésük van, akkor akár a szerkesztőségünket is kereshetik. Egy hét múlva jövünk a megszokott időpontban friss témákkal, akkor is tartsanak velünk. Minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra! A műsor támogatta a Média Tanács támogatási program keretében.